Sziasztok srácok, én Martin vagyok, és itt vagyunk a következő videóban. Ebben a videóban végre elkezdjük a várva várt projekt sorozatot, és nagyon nagy fölénnyel Dibala lett a nyertes, mindjárt mutatok is egy képet, hogy mennyivel is nyert, tehát tulajdonképpen azt hiszem kb. 40 szavazattal kapott többet, mint az összes többi, tehát ez nagyon durva. Így hát nyilván arra a következtetésre jutottam, hogy Dibalát akarjátok nagyon sokan, legalábbis a többség az biztos. Úgyhogy vele lesz megrendezve ez az egész projekt dolog. És akkor úgymond itt vagyunk az első, azaz a nulladik részben, ahol a szabályokat fogom nektek elmondani. Na szóval, szerintem akkor nézzünk is rá a szabályokra. Szóval, úgy döntöttem, mivel ebbe a játékba viszonylag sok gólt lehet rúgni, így egy fejlesztés az egy ratingnek, azaz egy OVR-nek fog megfelelni, tehát mondjuk, hogyha van egy 44-es játékosunk, és kapunk egy fejlesztést, akkor 45-re fejleszthetjük fel. Ezt azért csináltam, hogy ne legyen olyan nagyon rövid a sorozat, és szerintem így is élvezhető lesz, és talán még hosszabb is, mint hogyha nem így lenne a dolog. Úgyhogy egy fejlesztés az egy OVR lesz, és akkor mindjárt mondom is, hogy hogyan is lehet fejlesztésekhez jutni. Szóval, egy fejlesztést fog érni egy Dibala gól, egy Dibala assist, illetve egy Dibala Mester 3-as. Ezeken kívül egy fejlesztést fog érni a győzelem, ami a legelején az nagyon nehéz lesz, mert a lehető leggyengébb csapattal fogunk kezdeni. Tehát ezt értsétek szó szerint, hogy a lehető leggyengébbel, majd meg is látjátok a következő részben, hogy is néz ki ez a csapat. Illetve egy olyanat is beleraktam a szabályzatba, hogy fölényes győzelem esetén kettő fejlesztést fogunk kapni. Ezt majd a későbbiekben, amikor már egy erős csapatunk lesz, akkor lehet, hogy ki fogom venni, de itt az elején ez jól fog jönni, az biztos. Egyébként szerintem úgyse lesz ilyen, sőt, itt az elején még nyerni sem fogunk, de meglátjuk egyébként. Azt még kihagytam, hogyha fölényes győzelemmel nyerünk, akkor az kettő fejlesztést fog érni, és a fölényes győzelem alatt azt értem, hogy minimum 3 góllal nyerünk. Tehát mondjuk egy 8-5-re nyerünk, akkor az plusz 2 fejlesztés, és hogyha fölényes győzelem mert nyertünk, akkor a sima győzelem az nem számít, tehát 2 fejlesztést fogunk kapni, nem pedig 3-at. És akkor még van egy olyan, hogy season feljebb jutás, tehát hogyha éppenséggel feljebb jutunk egy divisiont, akkor azért is kapunk egy fejlesztést, viszont vannak mínuszos fejlesztések, amikor például a season kiesésnél mínusz 1 fejlesztést kapok. Ez is esélyes, főleg, hogyha feljebb jutottunk egy divisiont, mert akkor könnyen le is csúszhatunk, ugyebár. Illetve egy részben 3 meccset fogok játszani, legalábbis meddig még így vagyok, ezen az elhatározáson vagyok, és hogyha mind a 3 meccsen kikapok, akkor az 3 mínusz fejlesztés lesz. Viszont, hogyha csak 2-n kapok ki, akkor nincsen mínusz 2 fejlesztés, csak hogyha mind a 3 meccsen kikapok, akkor mínusz 3. Na, remélem, hogy így érthető volt. Azt hiszem, ennyi szabályt találtam ki. Szerintem teljesen korrektek, úgyhogy szerintem nincsen másra szükség, de hogyha esetleg van még ötletetek, akkor nyugodtan írjátok le kommentbe, hogy milyen szabályt rakjak még ebbe a dologba, és nem sokára neki is fogunk kezdeni az egész sorozatnak most már tényleg, ahol rendes meccsek is lesznek. Hú, én egyébként kíváncsi leszek erre az egész sorozatra, mennyire fogjátok élvezni, mennyire fogjátok szeretni, és milyen gyorsan fogok tudni hát egy jó csapatot létrehozni. Egyébként azt elfelejtettem mondani, hogy a lényeg, tehát a cél az a rendelkezésünkre álló pénzből a lehető legerősebb csapat összerakása, és mivel alap 91-es OVR-en volt,
így szerintem egy 90-es OVR-ig simán el tudunk majd menni. De ez majd meglátjuk. Tehát ugye időközben gyűlik is a pénz, szóval ja. Tehát a lényeg, hogy a legerősebb csapatot összerakjuk, minél hamarabb. Hát most az idő az nem biztos, hogy sikerülni fog gyorsan, de akkor így legalább tovább tart a sorozat. Na jól van, srácok, kicsit elhúztam itt a végét, ezért elnézést kérek, csak el akartam mondani mindent, valószínűleg még így is kihagytam valamit, de szerintem elmondtam a nagyját. Szóval, hogyha tetszik az ötlet, akkor dobjatok a videóra egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, és nem sokára jövök a következő résszel, amiben már mondtam, hogy meccsezni is fogunk. Na, sziasztok! We'll be right back.